Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön meg több Call of Duty, beszélgessünk arról, hogy eh, hogyan irányítsuk a spawn rendszert. Igen, úgy gondolom, hosszas elemzés után, sok játék után, hogy van rá módja, hogy valamilyen szinten kontrolláljuk a Call of a spawn rendszerét. Ez az elmélet lényegében igaz, az egy kicsit nagyobb pályákra, szóval a Shoot House-ra kifejezett nem mondanám, hogy igaz. Megeshet, hogy egyes elemeit implementálhatjátok a sútházban, viszont az összes többi mapra, még a kisebbekre is, mint a hackney Yard például, úgy néz ki, hogy az elmélet valamilyen szinten működik. És ebben a Call of Duty-ban úgy gondolom, hogy nagy hangsúlyt uh, tudtak ráhelyezni arra, hogy ti, mint játékosok, kontrolláljátok a spawn rendszert a ti. Előnyötökre. Na, akkor vágjunk is bele. Megpróbálom elmagyarázni a lényeget. Tegyük fel, hogy ez itt a pálya. Oké. Okay. És tegyük fel, hogy te ezen az oldalon spónolsz. Tehát a célod igazából ugye eljutni valahogy így, esetleg az ellenfel, ellenfelet megkerülni. Na most a Call of Duty már nagyon régóta, és ebben a játékban sem kivétel, csak a pályáknak a bonyolultságon miatt, mert egyes pályák ugye nem három útvonalasak, hanem esetleg hat útvonalasak, vagy kilenc útvonalasak, ezáltal a Call of Duty kicsit megkomplikálja a szponrendszert, viszont az alap elvet azt még mindig követi. Tehát, hogyha te ide spawnolsz, a játék ide spawnoltad. ha te ide spawnolsz, a játék az ide fog spawnolni. Ha ide spawnolsz, akkor te ide spawnolsz. Ezért csináljuk azt a természetes mozgást, hogy haladunk mindig, megpróbálunk az enemi háta mögé kerülni. Na most, a probléma, ne, a probléma ott kezdődik, hogy a kodban, ebben a kodban úgy néz ki, hogy nagyon nehezen fordul a spawn. Szóval, Tegyük fel, te elmész az enemy spawn oldalának kb. a 70%-áid, a játék úgy néz ki, hogy még nem fordítja meg a spawn -t. És itt kezdődik a probléma. Mert hogy a régebbi kodokban, ha eljutottál a, spawn, a pályának a 70%-áig, a játék megfordította a spawn és akkor nyugodt voltál, hogy a hátad mögé már senki nem nézett be. Szóval, a probléma itt, hogy ez a játék nem teszi meg. Kb. elmész a pálya 70%-áig, és a játék még mindig hajlamos lesz mögé spawnoltatni enemiket. Ez jó is, meg rossz is. Azért, hogyha már tudod ezt az információt, magas kisztrik közelébe jársz, akkor tudod, hogy a 70%-ánál a pályának még nem uh, fordította meg a spont, ezért keresheted az enemiket, és ők is jönni fognak feléd ezen a kis szekción. Ez egy fantasztikus dolog. Ebben számításba akkor fog valami beleszámolni, hogyha a társaid már konkrétan megütötték a falat. Ha megütötték a pálya leg és legszélét, akkor teljesen mindegy mi van, a spawn fordulni fog, már csak azokkal a játékosokkal kell számolnod, aki esetleg egy-kettő hébe-hóba elbújt itt, mert ebben a kódban sok a kemper. Szóval erre kell számítanod. Hogyan jön a te irányításod? Ö, bele ebbe az egészbe. Szóval ugye itt a pálya, elmész a 70%-ig, kiszeded az embereket. két, két, két dolgod van megvárni, hogy jöjjenek feléd, és ezen a kis 70%-on harcolsz, vagy megfordítod a spont, hogyha már túl durva a helyzet megfordíthatod te magad a spont semmi más dolgod nincs, csak eljutni a, a pálya határáig, és ott megállni megállni és nem mozogni addig kell várnod ezen a spon helyen Addig kell várni ezen a pálya határon, amíg elkezdenek spawnolni a társét. Ha már látsz egy-két társad spawnol, mellé akkor a spon megfordult. Hogyha nem látsz senkit mellé spawn, akkor nagy eséllyel valahol valamelyik épületben, vagy sarok mögött egy enemi még esetleg bujkálhat, és az ott van. Ha elmozdulsz a pálya széléről, akkor a társaid nem fognak rá és a spon nagy eséllyel nem fog megfordulni, hanem a közeledbe fogja valahova dobni azokat az enemiket. Úgyhogy nem mozdulj meg, és várd meg, hogy a társaid meg, is. Mondd, hogy jó, jó, nekro, de ne mozdulj meg, az egy halálos következmény, ugye bár semmi baj, bújj el egy fal mögött, bújj el egy épületben, kempeljél, az a lényeg, hogy valahol legyél, ahol biztonságban kiképelted azt az utolsó egy-két kilt, amire szükséged van. Szóval, ne feledd el, hogyha haladsz a pályával, természetesen a társaidat figyeld. Ha a társaid itt vannak többen, akkor nagy eséllyel ugye az enemikkel itt harcolnak, tehát ha lelövik azokat az enemiket, és te itt jársz, közel ehhez a spónhoz, akkor természetesen az elemék valahova ide fölőre fognak spawnolni, tehát megint csak egy ilyen 70%-os rádiuszban fogsz harcolni, minél jobban haladsz a pálya kis szélére, minél többet maradsz egy helyen, annál hajlamosabb uh, köréd rakni a társaidat, és akkor megfordítja a spont a túloldalra. Szóval ezt vettem észre, ez egy elmélet, hogyha van bármi más információd, ezzel kapcsolatban, hogy hogyan működik a spawn rendszer a Call of Duty Modern Warfare-ben, akkor kérlek, oszd meg, segítsük egymást, segítsük a közösséget. Szóval ez volna az elméletem, nekem ezt vettem észre, a napokban nem is olyan régen, és, és ez nem mondom, hogy ez egy rossz dolog, mert hogyha elmész a 70%-a a pályának, és nem fordítja meg a, a spont, és szinte csak te vagy ott, mert okosabb vagy a társaidnál, és szinte csak te vagy ott, akkor egy kis pályaterületet kell lefedned, kb. egy ilyen ö, shipment pályarészt kell lefedned, ha érzek, mire gondolok. És, és és azon a pálya kell harcolnod. És hogyha úgy érzed, már nagyon nyomás, mert nagy lesz egy adott pont a nyomás, annyi már megjegyzik, hogy ott vagy a környéken, és jönni fognak rád, ha ebből szemben a szemben nagy a nyomás, akkor húzod ki a pálya szélére, és maradj meg ott, kempelt ki azt az egy-kettő maradékot, aki ott van. Ha sikerül ki kikempelned, kivárod, hogy a társaid a környékedre kezdjenek ezt akkor fordult meg igazán a spórendszer, akkor vannak veled szembe a spórendszerrel. Na most, ugye a hátrány ez a várakozás. A várakozás, amíg a társaidat mellé spawnoltatja a játék, addig természetesen az enemi már megeshet, hogy a pálya másik végilovó újonnan spawnoltak, elérnek a pálya 50%-áig legalább. Ezzel számolj. Srácok! Azt hiszem, hogy ennyi lett volna. Ez, ezek lennének a meglátásaim a sporrendszerrel kapcsolatban. Próbáljátok ki! Nekem kezd beválni a dolog, és a, és a jó része benne, hogy ez meglepetést okoz az ellenfélnek, és és ugye beszéltem a multiplayer értékelő videómban, hogy sokat kell tanulnom a játék a kapcsolatban, és ez jó dolog. És ez az egyik, amit most megtanultam. Még annak ellenére is, hogyha időnként mellé lövök, vagy nem épp fejre lövök, vagy nincs a legjobb kapcsolatom, ha az internetre kerül a sor, ez az apró trükk, hogy. A, azon a környéken, amikor kontrollálhatom a spawn, ahhoz az előnyhöz juttat, hogy az enemit meglepem, így aztán az ő reakcióidőjük is lecsökkens, amíg esetleg egy rossz kapcsolatom is van, még megeshet, hogy be fogja adni azt a kélt számít. Nos, srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, a következő kodvideoig iratkozz fel, a rá Sziasztok!